Európa legversenyképesebb befektetési környezete jött létre Kelet-Közép-Európában, jelentette ki Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke megnyitó beszédében. Az együttműködésben résztvevő 16 kelet-közép-európai ország a kontinens gazdasági növekedésének motorját jelképezi, és további dinamikus növekedés előtt áll, emelte ki a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Kína jelenleg olyan forrásokkal és kapacitásokkal rendelkezik, amelyekkel olyan európai fejlesztések is végrehajthatóak, amelyeket európai forrásokból ma nem lehet megvalósítani. Most az az időszak következik, amikor Európa további fejlődéséhez szükség lesz a Kelet technológiai és pénzügyi részvételére. A 16 plusz 1-es formátum nem csak Kína, és nem csak a 16 közép- és kelet-európai ország érdekét szolgálja. Ennek az együttműködésnek a sikeréből egész Európa, az egész Európai Unió is profitál. Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere elmondta, mára minden feltétel adott ahhoz, hogy a térségünkben található vállalatok és a kínai cégek a lehető legeredményesebb együttműködést építsék fel. A 16 plusz 1-es formátum politikai kapcsolatépítésének eredményeként mára olyan nyitott vagy vitás kérdés nincsen országaink között, amely gátolná a gazdasági együttműködés további előmozdítását. Li Keqiang, Kína miniszterelnöke szerint Kína és a közép-kelet-európai országok együttműködése kölcsönösen előnyös minden országnak. Fontos, hogy a piacaink két irányú nyitását tovább vigyük, hiszen fontos, hogy Kína több minőségi terméket tudjon importálni, tejterméket, mézet, illetve gyümölcsöt különböző közép-kelet-európai országokból. A Gazdasági és Kereskedelmi Fórumot plenáris ülés követte, amelyen a delegációk vezetői több előre tervezett megállapodást írtak alá a kínai partnerekkel. A budapesti csúcstalálkozó egyébként számos kétoldalú megbeszélésre is lehetőséget nyújt.